Húsvét alkalmából a felelős állattartásra szeretnénk felhívni a kedves nézők figyelmét. Az ünnepek bekövetkeztével gyakori szokás Magyarországon húsvéti nyuszit ajándékozni a családokban. Azonban pár hét, pár hónap elteltével gyakorta kérdésessé válik a húsvéti nyuszik sorsa. Többek között erre a kérdésre is igyekszünk választ találni a Noé állatotthonban, Schneider Kingával beszélgetünk. Gyakorlatilag nincs felelős lehetőség, ezért mindenképpen a prevenciót kell hangsúlyozni, hogy ne jussanak odáig, hogy a családokba felelőtlenül élő állat kerüljön. És itt azért hangsúlyozni kell, hogy nem csak nyulakról beszélünk, ez az utóbbi évek tendenciája, kis pelyhes csibék, kiskacsák, kislibák, még kis bárányok is vannak ilyenkor sajnos, akiknek még a mamájuk mellett lenne a helye a különböző piacokon. Szóval nem tudok jó megoldást, nincs jó megoldás, az állatmenhelyek telítve vannak, gyakorlatilag azok a helyek, akik árulják az állatokat, ugye csak minél többtől akarnak megszabadulni, minél nagyobb hasznot akarnak ezen hajtani, így aztán tényleg szívemből mondom, hogy nem tudok jó megoldást. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a felelős tenyésztők, tehát akik valóban tenyésztők, ők úgy tartják az állataikat, olyan módon hoznak létre almokat, hogy az mind az állatoknak, mind az embereknek jó. Mi nem ellenük vagyunk, vagy velük szeretnénk konkurálni. Erről szó sincsen, legyen szó kutyáról, cicáról, szó sincs róla, hogy mi velük szeretnénk konkurálni. Mi azt mondjuk, hogyha valaki fajta tiszta állatot szeretne, akkor igenis menjen felelős tenyésztőhöz, ha meg tudja tenni, hogy megvásárol nagyon-nagyon sok pénzért, mert most már nagyon sok 100 000 forintba kerül egy minőségi kölyök, meg tudja vásárolni. Ennél olcsóbban viszont ne vásároljon, mert az már nem tenyésztő, hanem szaporító. Na most a szaporítótól viszont senki ne vásároljon, még szánalomból se, még sajnálatból se. Akkor inkább azt mondom, hogy fogadjon örökbe, mert szuper jó dolog örökbe fogadni, sőt, nagyon sok esetben fajta tiszta állatokkal is lehet az állatvédő szervezeteknél, az állatmenhelyeken találkozni. Úgyhogy ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a felelős tenyésztők és az állatvédők, vagyis a minőségi kölyök vásárlás és az örökbefogadás az nem egymással konkuráló dolog. Ami mind a kettőnknek érdeke, hogy azok, akik csak hasznot akarnak húzni ezekből a szerencsétlen állatokból, nem úgy tartják a szülőket, nem olyan körülmények között születnek a kicsik. Minden nap gyakorlatilag állatkínzásnak vannak kitéve ezeken a szörnyű telepeken, ahol 10-től 1000 darabig tartják ezeket a szerencsétlen állatokat, na ezeket senki ne pénzelje. Nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy a felelős állattartás az a felelős döntésnél kezdődik, hogy egyáltalán alkalmas vagyok-e arra, hogy állatot tartsak. Van-e megfelelő mennyiségű időm, energiám, lehetőségem? A lakókörnyezetem megfelelő-e számára? Van-e arra tervem, hogy mi történik a kis állattal, hogyha én elutazom, ha nyaralok, ha megbetegszem, vagy ne adj Isten, valami nagyon nagy baj történne, mert erről is kell beszélni, hiszen élő állatok sorsáról előre kell gondoskodni, és ami még rettentően fontos, van-e mindenre anyagi fedezetem. Ha ezekre egyértelmű a válasz, igen, de nem csak ma, hanem 15 év múlva is, nagyjából tudunk esetleg előre tervezni, na akkor vágjunk bele egy kisállat befogadására vagy vásárlására, és hát nézzünk utána, tehát hogy nézzünk utána, egyszerűen választjuk ki a fajt, mert sokan csak azt érzik, hogy szeretnének egy kisállatot, de nem igazán tudják, hogy az ő családjában, az ő életritmusában mi illik bele. Például pici, nagyon pici gyerekek mellé én nagyon pici állatot biztos, hogy nem választanék, ha akkor legyen inkább kutya, ha beillik a családba, de akkor is nézzünk utána, hogy ha mondjuk fajta tisztát szeretnénk, hogy melyik fajtát ajánlják, de fajtán belül is ugye az egyes egyedeknek különböző lehet a természetük. Ilyenkor mindig próbáljunk meg hallgatni azokra, akik ismerik ezeket az állatokat, akár a tenyésztőre, akár az állatmenhely, állatotthon munkatársaira. A Noé állatotthon idén pont 30 éves, most ebben az évben ünnepeljük ezt a kerek évfordulót, és nagyon büszkék vagyunk rá. 1300 állatról gondoskodunk itt 8,5 hektáron, és ezen kívül a Budapest szélén található hatalmas nagy Noé állatotthon mellett, még Vas megyében is van egy menhelyünk, Celdömök mellett Szergényben, ott csak kutyusok vannak. Szóval, hogy bőségesen van kiből választani,
Mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy semmilyen módon tehát az ide bekerülő állatoknak az élete az számunkra nagyon-nagyon fontos, és nagyon tiszteljük, tehát csak azért nem oltjuk ki az életüket, mert mondjuk nem kedvesek, nem szépek, sokba kerül a gyógyításuk, vagy esélytelenek az örökbeadásra. Vállaljuk, hogy bármilyen nehézségbe is ütközik, ők már a mi védenceink. Úgyhogy ez számunkra az élet tisztelete, és az, hogy az, aki egyszer Noé-s lett, örök életében, ami védőszárnyaink alatt van, ez számunkra nagyon fontos. Örökbe adni a kutyákat és a cicákat adjuk örökbe egyébként, akik mind annyian az örökbe fogadhatóak, fönn vannak a Noé Állatotthon honlapján, ott körül lehet nézni, ott egy kicsit lehet barátkozni, hogy mégis mekkora, milyen típusú, ott vannak jellemleírások az állatokról, tehát hogy ki az, aki úgy megtetszik nekem, akivel úgy el tudnám képzelni az életemet, és akkor a következő lépés az, hogy az ott megadott elérhetőségeken valamelyik kollégámmal, önkéntesünkkel, éppen ki az aktuális állatban a kompetens fölvegye a kapcsolatot. Húsvét szombaton volt egy rendezvényünk, ami egyértelműen arra szolgál, hogy kiváltsa az, hogy valaki hazavigyen állatot. Itt az állatotthonban testközelből lehet ezekkel az állatokkal megismerkedni, de gyakorlatilag bármelyik nap el lehet ide jönni, hogyha valaki nagyon-nagyon szeretne tényleg közel kerülni ezekhez az állatokhoz, akkor az állatotthon hétfőtől vasárnapig nyitva áll, illetve most a tavaszi időszakban több egyéb rendezvényünk is lesz. Mindenkit várunk nagy szeretettel.